Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban a 2024-es februári TBR listámat állítom össze, azaz azokat a könyveket, amelyeket szeretnék ebben a hónapban elolvasni. Szerencsére a januári hónapom nagyon jól alakult, és nagyjából az összes olyan könyvet sikerült elolvasnom, amelyet terveztem, és csak egy icike-picikét csúsztam át a februári hónapba a Gyűrűk ura első részével, amelyet február 3-án sikerült kiolvasnom, ha jól emlékszek, és tisztában vagyok vele, hogy most február 3-a is van. No, de ez lényegtelen. Viszont ami a lényeges, hogy hamarosan ki fog menni a csatornámra az a videó, ahol értékelem a januári hónapot, és ott majd mesélek bővebben arról, hogy eddig hogy tetszett a Gyűrűk ura, viszont az már biztos, hogy tucira fogom folytatni a könyvet, mivel itt van nálam a második kötet, már a két torony, amelyet mindenféleképpen szeretnék februárban kiolvasni. Ez a nagy-nagy Gyűrűk ura olvasás egyébként egy közös olvasás a barátaimmal, ugyanis mind a kettő nagy Gyűrűk ura rajongó, Rebeka és Villő is, viszont én még nem olvastam a könyveket, emellett a filmeket sem láttam, bármennyire megdöbbentő, és tisztában vagyok vele, hogy ez egy mekkora alapműveltségi hiányosságom volt eddig, viszont most fogom ezeket bepótolni, és hát a második könyvet, vagy kötetet, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert hogy egy könyv az egész Gyűrűk ura. Szóval a második kötetet azt fogom februárban kiolvasni, és elég vékonyka egyébként, én úgy emlékeztem, hogy vastagabb. Szóval ezt lehet, hogy sokkal-sokkal hamarabb sikerül majd kiolvasni, és lehet még februárban becsusszan a befejező rész is, attól függ, mennyire lesz függő vég a középső kötet. Viszont márciusra tervezem egyébként alapvetően a harmadik kötet elolvasását, mert úgy gondoltam, hogy minden hónapban elolvasok egy könyvet, akkor egy hónap alatt letudom az egész Gyűrűk urát, ezt a nagy-nagy-nagy terjedelmű, hatalmas, remek művet, szóval lehet még februárban sikerülni fog, és akkor lesz majd biztosan róla egy külön videó. Nem is húzom tovább a szót, tehát ezt a könyvet mindenféleképpen el fogom olvasni. Aztán, amit éppen olvasok, és február elején kezdtem el, az nem más, mint Jodi Picoult-tól a Bódító méz című könyv, amelyre most nem is tudom, most sikerült fókuszálni. Amely a Moly Buborék Könyvklub közös könyve, és most fókuszál rá egyébként, vagy csak rám fókuszál? Most fókuszál rá. De érdekes. Na mindegy. Tehát a Moly Buborék Könyvklub közös könyve, amely egy szegedi könyvklub, viszont online is működik, Messenger chat csoportban megy állandóan a beszélgetés, miközben a könyvet olvassuk, és ebből mindig szokott lenni egy könyvkibeszélő élőben is. Ez majd a hónap közepén lesz itt Szegeden egy kávézóban, a Vanilla Bistróban, és addig szeretném elolvasni ezt a könyvet. Még soha nem olvastam semmit Jodi Picoult-tól, viszont tisztában vagyok vele, hogy mennyire sokan szeretik, mennyire népszerűek a könyvei, és hogy egyébként egy női szerző, női lélektannal foglalkoznak legtöbbször a kötetei, szerintem lehet majdnem az összes. És nagyon mélyek, megrázóak, tehát tökre az én zsáneremben mozog ez az író és ennek az írónak az alkotásai, tehát tökre kíváncsi vagyok rá, hogy fog nekem tetszeni a Bódító méz. Itt annyi a csavar, hogy ezt nem egyedül írta, hanem Jennifer Finney Boylan-nel, aki egy transznemű aktivista, ha jól tudom, és ez a transzneműség nagyon erősen benne is van egyébként ebben a kötetben, tehát ettől is kíváncsi lettem, vagy emiatt is felcsillant a szemem, mert ez is egy tök jó hívószó volt, meg alapvetően tök kevés könyvet olvasok, amely a transzneműeket jeleníti meg. Tehát erre a kötetre is kíváncsi vagyok. Felnőtteknek ajánlott szerintem leginkább Jodi Picoult, mert ő felnőtt témákkal foglalkozik leginkább a könyveiben, meg elég megrázóak, tehát ez egyáltalán nem gyerekeknek való könyv. És rettentően kíváncsi vagyok rá, mert nagyon sokan be is fejezték a könyvklubban, és írták, hogy mennyire tetszett nekik, tehát ez is rettentően felcsigázott. Így a mai nap biztosan fogom nyomatni, miután befejezem a videózást.
következő könyv nem más, mint Elie Wiesel Wool-tól az Eszméletlen szerelem, és tudjátok, hogy mennyire szerettem a szerelem képletét 2023-ban, és ez egyik kedvenc romantikus könyvem volt, ezért is szeretnék most újra egy Elie Wiesel Wool-hoz nyúlni, és hát aránylag régóta itt ül a polcomon, mert egyszerre kaptam meg a szerelem képletével, viszont ezt akkor nem olvastam, és a nyáron el is maradt ennek az olvasása, amikor alapvetően terveztem, meg kicsit meg is ijedtem, mert kaptam néhány negatív véleményt barátoktól, szűkebb könyves közösségtől, akik számára ez nagyon unalmas volt, vagy nem volt annyira jó, mint szerelem képlete. És ettől kicsit én is megijedtem, hogy húha, akkor mi lesz, viszont rá szeretném magam vetni, és el szeretném olvasni, kiderítsem, hogy tényleg kevésbé jobb, mint az első kötet, és Elie Wiesel Wool is azon írók csapdájába esik, akinek a második kötete gyengébb, mint az első, vagy az is lehet, hogy nekem rettentően fog tetszeni, mert nem tudom, ki tudja. Tehát ezt szeretném majd kideríteni, meg egy könnyed, romantikus könyvet mindenképpen szerettem volna ebbe a hónapba is becsípni, mert jó azért változatosan olvasni zsánerek között. Tehát ehhez próbálom magam mindig tartani, amikor TBR listát állítok össze, hogy éppen mihez van leginkább kedvem, mire vagyok a leginkább kíváncsi, és most érzem azt, hogy erre a könyvre tökre kíváncsi vagyok. A NASA-ról sem nagyon olvastam még, tehát attól függetlenül, hogy biztos tök sok tudományos dolog lesz benne, amihez én bűveletlen vagyok. Ezzel független biztos tök jó lesz majd a szerelmi szál, meg szerintem Elie Wiesel Wool-nak az a tök jó képessége, hogy azokat a témákat is izgalmasan tudja bevezetni ezekbe a csiklit romantikus könyvekbe, amelyek alapvetően lehet egy nehezebb, unalmasabb témák, mint például az ilyen tudományosabb dolgok, amelyeket aki nincsen benne, annak lehet annyira nem izgalmas, mint például nekem, de majd meglátjuk. Következő könyv, egy hát nem is tudom minek nevezzem, mert talán tudományosnak annyira nem lehet nevezni, de talán mégis, hát nem tudom, döntsétek el. Tehát Dolly Aldertontól a Kedves Dolly, amely szintén régebb óta így csücsül a polcomon, és ez egy alapvetően vékonyabb kis kötet, amelyben különböző témákra osztva tanácsok vannak Dolly Aldertontól, aki a szellemeket írta, és amit nagyon-nagyon szerettem, tehát kíváncsi vagyok rá, mert kicsit olyan ez a könyv, mintha szex és New Yorkot olvasnék, és Carrie Bradshaw tanácsait olvasnám, vagy mintha Carrie Bradshaw cikkei össze lennének ollózva a Sex és New Yorkból, és be lennének téve egy kinyomtatott könyv, amit el lehet olvasni, tehát nagyjából ezt a vibe-ot várom el ettől a könyvtől, több téma is van benne egyébként, ismerkedés, barátság, párkapcsolatok, család, szex, szakítások és exek, test és lélek. Tehát kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire lesz azonos az én felfogásom Dolly Alderton felfogásával. Remélem, hogy tetszeni fog, nekem a borítója nagyon tetszik, meg tényleg egy nagyon rövidke kis könyv, tehát az is lehet, hogy majd más olvasások közé fogom beszúrni, és majd úgy fogok haladni az egyes szerkezeti egységekben, hogy éppen mit ajánl, de most így random beleolvasva pont egy olyan van benne, hogy Kedves Dolly, anyukám internetes álhír függő, és ezzel hihetetlenül zavarba tud hozni. Tehát ezt írta neki valaki, Dollynak, és kért tőle tanácsot, hogy ezt hogy kezelje. Amúgy vicces, mert nekem is vannak álhírfüggő rokonnaim. Tehát például ez már egy olyan fejezet, amire tök kíváncsi vagyok, hogy erre milyen tanácsot ad Dolly, hogyan kezeljük ezt ő szerinte. És kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz hasznos számomra ez a könyv a mindennapi életben. A következő kötet egy Stephen King könyv, amely szintén 1000 éve itt csücsül a polcomon, és ez nem más, mint a Borzalmak Városa, amely ebben az eszméletlen menő, tök régi, antik kiadásban van meg. Nekem is lehet már láthattátok is, ha régebb óta nézitek a YouTube csatornámat, hogy ez a könyv már tényleg elég régóta itt csücsül a polcomon. Ezt a könyvet még nagyon-nagyon régen, egyszer nyáron egy Ezt a könyvet egyszer egy 300 forintért vettem Budapesten egy könyvszekéren a Keletinél, mielőtt hazaindultam vonattal Szegedre, vagy Jánoshalmára, már nem is tudom, valahova, és nagyon-nagyon megörültem neki, mikor megláttam, pont akkor rakta ki az eladó, én meg úristen azonnal nyúltam oda, és tök durva, mert más is nyúlt volna oda hozzá, szóval 300 forintért egy Stephen King
majdnem csúnyát mondtam, de hogy nagyon durván kedvező ár. Az antikváriumokban is hát több mint 1000 forint, szóval van, hogy 2000 forint fölött is vannak Stephen King könyvek, olyanok is, amik nincsenek annyira nagyon jó állapotban. Nem mondom erre a könyvre, hogy olyan zseniális állapotban van, de egyébként nincs is annyira szétolvasva, tehát ilyen szerintem teljesen korrekt, vagy így olvasható állapotban van. Tehát kíváncsi leszek rá, és amúgy is nagyon tetszenek nekem ezek a vintage Stephen King borítók, és lehet már ezt mondtam is előző videóban, még TikTokon és Instán, hogy én most nagyon rákattantam ezekre a vintage Stephen Kingekre, mert a Tortúrát is egy ilyen kiadásban olvastam, és nekem nagyon hangulatosak a borítója, és kicsit ilyen Scooby-Doo beütésem is van. Tehát maga már a könyv fizikai formája is ad egyfajta hangulatot, és erre majd rá fog tenni a könyv is. Ugyanis egy kisvárosban játszódik, kicsit a Dracula feldolgozása is, ahogyan olvastam és hallottam róla, tehát kíváncsi vagyok rá, hogy mit alkot Stephen King. És ez is egy közös olvasás lesz, ezt a könyvet is Villővel fogom elolvasni, aki a baráti körömben a legnagyobb Stephen King rajongó, tehát kicsit az ő hatása érezhető most is, hogy előre vettem egy Stephen Kinget, és végre valahára neki veselkedem. Tehát ezt a hónapot majd Stephen Kinggel fogom folytatni, és meglátjuk, mennyire fog tetszeni. Egyébként egy vastagabb könyvnek számít, mert 480 oldal, de magában a méretében ez annyira nem látható. Tehát tök vékonynak tűnik, kicsit csalóka, optikai csalódás, de tök jó lesz szerintem. És az utolsó könyve a hónapnak, amely egy vintage szerzemény is 1000 forintért sikerült hozzájutnom, és egy zsírúj könyv, szóval úristen, ez nem más, mint a Nicole Flattery-től a Semmi Különös című könyv, amely szintén egy közös olvasás lesz, mert mostanában annyira sokat olvasunk közösen, és annyira inspiráló közösen olvasni, hogy ezt a könyvet is így hát sikerül februárban elolvasnom. Ez a könyv a Magvető kiadó gondozásában jelent meg, Anikóval és Roxival fogom együtt olvasni. Anikó hívta rá egyébként fel a figyelmem, bár korábban is láttam Moi.hu-n is, tökre megtetszett a borítója, mert szerintem borzasztó menő, meg tök jó ez a rózsaszín szín. Viszont Anikó hívta fel rá leginkább a figyelmem, hogy ezt olvassuk el közösen. 1966-ban játszódik New Yorkban, egy 17 éves lánya főszereplője, és Andy Warhol legendás stúdiójának gépíró nője lesz, tehát maga az egész korszak, az egész hangulat szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, és egy felejtetlenül okos és vicces könyv felnőtté válásról, női lélektanról, a regény külszövege szerint külföldön is tökre szerették, megláttam róla tartalmakat, szóval örülök neki, és tényleg kíváncsi vagyok rá, nem egy annyira nagyon hosszú könyv, 238 oldal környéki, tehát ez is majd egy olyan könyv lesz, amit lehet majd gyorsabb tempóban ki fogok tudni olvasni, meglátjuk, mennyire ír olvasmányosan, vagy mennyire pörög a sztori, de ez egyébként egy szép irodalmi mű, a Magvető kiadó gondozásával jelent meg. Ezek lennének tehát a februári terveim. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi jön össze, remélem az összes, és még más is összejön a februárban, meg hát nem tudom, mennyire fog borulni a TBR listám, ha jönnek olyan könyvek, amelyeket előre kell vennem, de alapvetően ők így a terv. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, remélem, hogy tetszett. Hamarosan érkezek a következővel, addig is mindenkinek szép napot és jó olvasást kívánok. Sziasztok!